Hello mindenkinek, Attila vagyok, és ez itt az én novemberi bookhaul videóm. Szóval ebben a hónapban eléggé toleráltam magam az előzőekhez képest, sokkal kevesebb könyvet vettem, szám szerint 7-et, de ugye a következő hónap úgyis lesznek az ünnepe, mert mindenféle kutyafaszom, szóval akkor én is több könyvet fogok venni, meg mindenféle dolog, de szerintem nem is húzom az időt, kezdjük is el! Az első könyv, amit mutatni szeretnék nektek, az a beavatott Veronica Ross-tól, amit ugye nagyon sokan szeretnek, és én már olvastam is ezt az első részét még valamikor régebben. Ez ugye a beavatott trilógiának az első része, én még csak az első részt olvastam, a másikat meg a harmadikat nem, és ez egy disztópia, ami ugye a jövőben játszódik. A hősnő Beatrice Priornak hívják, aki az utopisztikus Chicagóban él, ahol a társadalom ilyen 5 csoportban van, de hosszú, mindjárt mondom, hogy kiben már nem emlékszem. Vannak az őszinték, az önfeláldozóak, a bátrak, a barátságosak, és a műveltek, és mikor az ember betölti ott a 16. életévét, kiválaszthatja, hogy melyik csoporthoz szeretne csatlakozni. És ugye Trisznek a családja az önfeláldozókhoz tartoznak, de ő egy másik csoporthoz szeretne csatlakozni, mert ő sokkal vagányabb, és e között örülődik, hogy akkor ő most mit válaszol, hogy legyen önfeláldozó, vagy esetleg menjen valóban máshová. A következő könyv a Tűzpróba James Dashnertől, ami az Útvesztek a folytatása, ami ugye egy nagyon népszerű trilógia, vagy 4 része van, nem ő benne biztos. Nagyon sokan szeretik az Útvesztőt is, és én is imádtam, már többször beszéltem itt róla a videóimban, szóval a Tűzpróbát én már nagyon vártam, de még nem olvastam el, és ugye ez annak a folytatása, és szintén Tomászról és az ő barátairól, társairól szól, és ugye éppen egy sivatagban mennek, vagy valami hasonló dolog, de nem szeretnék semmi dolgot mondani róla, nehogy beszpoilerezzek valakiket az első résszel kapcsolatban. A következő könyv, amit novemberben vettem meg, az az Elidegenítve Melissa Landers-től, és először nézzük ezt a borítót. Szerintem nagyon király ez a borító, mert akárhogy nézed, így ott az ember, értitek? És ez a könyv arról szól, hogy 2 évvel ezelőtt kiderült, hogy élnek az emberekhez hasonló ilyen idegen lények a valami UFO-k, és teljesen úgy néznek ki, mint az emberek, csak fejlettebb a felfogásuk, és a technikájuk is, meg a technológiájukban, szóval hát igen, sokkal fejlettebbek nálunk, és az egyik lányhoz, a főszereplőkhöz, Karához érkezik egy cserediák, aki ugye önneki kell ellátni ezt az UFO fiút, és az ő iskolájába jár, és egy évig a lánynál lakik, és erről szól a könyv bővebben, pedig... mi van? És ugye az emberek ezzel a fiúval, akinek a neve Ilix, miért van kell be ilyen hülye nevek? Szóval nagyon bizalmatlanok vele, hát mert ugye nem bíznak a nemével földön kívüli, és egyre jobban feltüzelődik közöttük így a viszony, egyre ellenségesebbek lesznek, és ők már próbálják ezt megoldani, és lényegében ennyi. A következő, amit van nekem, az Kelemen Annától a 30 nap a népszolgálatában, és nem mondjatok semmit. Ne mondjatok semmit. Ezt a könyvet apa vette meg magának, csak nálunk itthon van egy olyan szabály, hogyha valaki könyvet vesz, az nem az övé. Ha a könyvet vesz és fölrakja a Cedricre, aki ugye a könyvespolcom, az automatikusan az enyém lesz, szintúgy, mint ez a könyv. Szóval nem érdekel, miről szól, nem hogy fogom elolvasni. Ez a könyv az enyém, nem az övé. De hogyha valaki tudni akarja, hogy ez miről szól, ugye ez most jelent meg nemrég az Urbius kiadónál, és ez Kelemen Annának a kalandjairól szól, hogy milyen emberekkel kavart, vagy valami ilyesmi. A következő könyv, amit én nagyon meg szerettem volna szerezni a kíváncsi listámnak való a legelején, és ez a The False Prince, a hamis herceg Jennifer A. Nielsen-től, ami a hatalom trilógiának az első része, és ez a könyv egy ilyen fantasy, talán hasonló lehet a Trónok harca, csak nem annyira durva, szóval ez is ilyen királyságos, lovagos, hasonló dolgokról szól, és ez lényegében az a cselekménye, hogy van egy király, ugye, amiben egy királyság van, és neki még régen eltűnt a fia, és egy nemes ember, akit pontosan Connornek hívnak, ki akar tanítani egy árva fiút, hogy ő adja ki magát a hercegnek, a régen veszett fiának, szóval hát, hogy egy hamis herceget akar kiképezni, és kiválaszt 4 fiút erre a célra, és ők versengenek így egymással talán, ha jól tudom, igen, a 4 árva verseng egymással, hogy melyik őjük legyen ez a hamis herceg, melyik őket tanítsa végül Connor. És ugye már csak 2 könyv maradt, és ezeket a könyvmunkképzőek az egyik akciójában vettem, úgyhogy nemrég volt az internetes vásárlás világnapja, és akkor a sorozatoknak, meg trilógiáknak az első részeiben, amik így országos szinten megjelen belőlük minimum 2 rész, szóval eléggé bonyolult akció volt, szinte alig értettem, 31 vagy valami hasonló százalékot adtak, szóval 2 könyvet meg is rendeltem, és az egyik a Tigrisárka a Colin Hooktól, és úgy nekem már megvolt a második része, aminek a címe... Mi a címe? A tigris
küldetése. Szóval számomra egyértelmű volt, hogy ez az egyik könyv, amit megszerzek, hiszen ugye csak a másik része volt, meg az első pedig nem, és nagyon sokan dicsérték, és nagyon sokan írtátok is kommentbe, hogy ezt a könyvet olvassam el, és ugye ez így Indiában játszódik, a főszereplő lánynak a neve Kelsey Hayes, és ő egy fehér tigrissel az oldalán, akit Rennek hívnak. Egy tigrissel, na mindegy, egy fehér tigrissel egy ilyen ősi, 300 éves indiai rejtét próbál megoldani, és mindenféle sötét erőkkel szállnak szembe, szóval nagyon misztikusan hangzik, és nagyon sokan szeretik ezt a regényt, szóval kíváncsi vagyok rá. És a Bukolnak az utolsó könyv egy nagyon-nagyon durván vastag könyv, szóval ennyire vastag könyv nincs is, szóval eléggé nehéz, de azért annyira nem, mert én erős vagyok, és elbírom. És ez az Outlander, az idegen Diana Gabaldontól. Gabaldontól, annyira jó kíván a nevét. Gabaldontól, ti is mondjátok ki. Gabaldon, igaz, milyen jó? Ez a könyv, hát először is baromira vastag, körülbelül 900-valahány oldalas, ráadásul kemény borítósba rendeltem meg, mert az ilyen könyveket, meg jobban szeretem kemény borítósba, meg ugye alapból jobban szeretem kemény borítósba megvenni a könyveket, csak kár, hogy azok drágábbak, ezért ritkán szoktam, na mindegy. És ez a könyv arról szól, hogy a főszereplő hősnőm Claire Randall 1945-ben a második nászútján van a férjével, de véletlenül valahogy így visszakerül az időben, és Skóciába kerül 1743-ban, amikor ugye ilyen háborúk dúlnak ott, mert mindenfajta portyázó, milyen jó ez a szó, portyázó klánok vannak ott, és ő belőle egy idegen lesz, egy Szenacs, nem jó ennek nekem jól ezek a szavak, ti is tudjátok. Szóval visszakerül a múltba, és ott megtetszik neki egy férfi, de ugye van férje a jelenben, és próbálja kideríteni, hogy hogyan került ő vissza a múltba, mi történik vele, és ennek eddig két része jelen meg magyarul, a másodiknak a címe, nem fog eszembe jutni, de egy nagy citakötő van rajta. Szóval angolul, ha jól tudom, 7 vagy 8 része van, és magyarul most, ha mostában fog megjelenni a harmadik, talán tavasszal, és mindig rész ilyen baromi vastag, szóval hogyha valaki el akarja kezdeni, akkor erre kell időt szállni, az biztos, de mindenki azt mondja, hogy olvastatja magát, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Ugye most jelent ebből meg a sorozat is a Outlander címmel természetesen, amit nagyon sokan dicsér, mert hogy annyira jó, de én addig még nem akarom azt elkezdeni, még ezt nem olvastam el, de ez nem tudom, mikor fog megtörténni, úgyis ugye nagyon vastag, és elolvasni listám csak fokozódik. És fokozódik, de mindegy, inkább legyen több könyvem, mint egy sem. Szóval ennyi lett volna, ezeket a könyveket vettem egy novemberben, nagyon szépen köszönöm az ajánlásokat, és írjátok meg nekem lent kommentben, hogy ti miket vettetek novemberben, valamint ne felejtjetek el megint ajánlani nekem könyveket, azt megint nagyon megköszönöm, hogy miket vegyek meg decemberben, meg mit kérjek karácsonyra, meg ilyesmi, mert mint mindig, ugye most is a kommentek közül fogok válogatni, és moly.hu-nál felhasználomnál, aminek Cortez a neve, mint Cortez a konkvisztátor. Csinálni fogok egy polcot, amiből majd így válogatni fogok ugye az ajánlásaitokból, és el fogok egy polcot, nem tudom miért mondom el kétszer, amire ezeket a könyveket fogom felrakni, és akkor ez lesz a karácsonyi kívánságlistám. Szóval ez volt az én novemberi bookhaul videóm, remélem tetszett nektek, és remélem valamelyik könyv így megtetszett, amit mutattam, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha pedig nem tetszett, akkor sajnálom. Tényleg nagyon sajnálom. Ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és eddig nem tettétek. És ez lettem volna mára, hamarosan újból találkozunk. Én Attila voltam, addig is olvassatok el egy könyvet! Szóval én most megyek, Attila voltam, sziasztok! Hello mindenkinek, Attila vagyok, és ma az Éhezők világának a harmadik részéről, a kiválasztott első feléről fogunk beszélgetni, mert ez a film annyira... és jöhet az indexkép, amit a legjobban utálok, mert nehéz indexképet csinálnom, mert nehéz megtartani ezt a sok könyvet, Attila the Lord, Attila Rebel, és ott száll egy madár, igazából nem számít, csak hazudok, hogy tudjak valamit mondani, mert repelek, és szétörik az üveg. A következő, amit van nekem, Kelemen Annától, a 30 nép, ja nem, hát pont nem.